Katasztrófavédők és barlangi mentők hoztak ki egy eltévedt turistát egy pilisi barlangból. A Papp Ferenc barlang valóságos föld alatti labirintus. Járatai szűkek és fala omladékony, emiatt nagyon veszélyes, csak engedéllyel lehet látogatni. A férfinak nem volt engedélye, de legalább élve megúszta. Katasztrófavédők, barlangi mentők több mint 50-en érkeztek a Pilisboros Jenő melletti Papp Ferenc barlanghoz, hogy segítsenek egy bajba jutott turistának. A 33 éves férfi barátnőjével kirándult. Amikor még világosban a barlanghoz értek, a férfi leereszkedett a 400 méter hosszú, 66 méter mély barlangba. A nő nem tartott vele, a kijáratnál várt. A férfi körülbelül 2 órát bolyongott a szűk járatokban. Amikor rájött, hogy eltévedt és egyedül nem tud kimenni, kiabálni kezdett a nőnek, aki végül hívta a 112-es segélyhívót. A nagy szerencsénkre jó állapotban volt az eltévedt turista, annak ellenére, hogy 4 órán keresztül a hidegben várta a megmentését. Kollégáimmal a barlangban megtaláltuk, és rövid időn belül sikerült megmutatni, megtalálni a számára megfelelő kivezető utat, és ki tudtuk kísérni a barlangból. Így néz ki a barlang bejárata világosban. Mindössze egy szűk hasadék, felette PF felirat. Aki nem tudja, hogy ez a Papp Ferenc barlang, fel sem tűnik neki. Még a tapasztalt barlangászoknak is komoly feladatot jelent. Ez egy hírhetten szűk barlang, amiben szűk és még szűkebb járatok vannak. A legszűkebbekből még a barlangásznak is becsületére válik kijutni. Ezen túl, ami a problémát okozta, hogy a felső rész eléggé labirintusszerű, sok felé lehet menni, omladékony, ilyen szempontból egy kicsit veszélyes is, és csak egyetlen egy járat van, amin ki lehet találni. A Papp Ferenc barlang fokozottan védett, szabályos látogatásához barlangi túravezetői végzettségű vezető kísérete, valamint a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóságának előzetes engedélye szükséges. A mi nemzeti parkunknak az illetékességi területén egy olyan nagyjából 1500 barlang található, ezeknek azért a nagy része az viszonylag kicsike, és egyébként szabadon látogatható. Egy olyan nagyjából 140-145 darab az, amihez a nemzeti parknak a vagyonkezelői hozzájárulása szükséges a látogatáshoz. A barlangban eltévedt férfinak nem volt sem végzettsége, sem engedélye a barlangi túrához.